Sziasztok, kedves gitárosok! Szeretnénk a mai videóban megmutatni nektek pár hangzást, amit most használok az albumomnak a felvételénél, meg alapból ezekkel szeretek szórakozni és játszani. Az első, amit megnézzünk, az a BIOS FX-be lesz egy-két hangzás, amit leggyakrabban használok. Most tisztákat nem mutatok, az majd egy következő videóban. A tisztákat a gitárig 5-ből szoktam, vagy gitárig 6-ból. Annak nagyon szeretem a tisztáit, de a torzított lead hangzásokat inkább a BIOS FX-ből, vagy most vásároltam meg ilyen havi előfizetéssel az STL Ignite Amp Hub-nak a erősítőit, meg hangzásait, és ez is nagyon tetszett, úgyhogy kicsit megpróbálom összehasonlítani a BIOS FX-el. Most a számban, amit kiadtam, abban a BIOS FX-et használtam, de lehet, hogy a következőben már az Amp Hub-ot fogom. Az STL-től a Tone Hub-ot is megvásároltam, ugyanígy havi előfizetéssel, de őszintén szóval az nem győzött meg, ott millió hangzás van benne, Andy James hangzásitól kezdve Angel Vivaldinak hangzásaig, de egyszerűen nekem még rosszabb minőségűek, mint a régi gitári gödbe, úgyhogy azt vissza is fogom mondani, viszont az Amp Hub az elég jó, úgyhogy azt szerintem maradni fog. Nézzük is meg az első hangzást, ez a BIOS FX-nek a Factory Low Gain presetekbe találjátok meg, és ez a Fusion 2-es hangzás lesz. Itt az erősítő az egy 92-es Strat Plate, és következőképpen szól. Hát nekem őszintén szóval ez a kedvenc hangzásom, a számomon is ez volt, a számomban is ez volt a szóló hangzás, mert ilyen melegebb, teltebb hangzású, és sok benne a middle, ami nekem nagyon fontos, ez a fúziós hangzás, az úgyhogy érződik is rajta ténylegesen ez a fúziós dolog. A következő az BIOS FX-ben az Artist Pack-ban van, Neil Zazának a hangzása az In Your Face. Na hát, ez tényleg ilyen in your face hangzás, nagyon erőteljes, ez egy British Plexi erősítő modellel működik, úgyhogy ez is nagyon tetszik egyébként. Mindjárt megnézem, de nagyon más itt a BIOS FX-ből eddig nem használtam, talán a Fusion Lead 1, ez egy picit még más. Ez a pozitív insane erősítő modellel van, ez se rossz egyébként. Nézzük akkor az STL Amp Hub-ot, hogy itt mi az, hát itt is nagyon sok hangzás van, de nézzük meg azokat, amiket eddig sikerült kipróbálnom és megszeretnem. Az első Federico Ascari-nak a presetjé közül a Leading the Way.
Ez is egy ilyen alapvetően szép lead hangzás szerintem. A másik Giacomo Pascali-tól a Lead to You, ez is egy lead hangzás lesz, ez egy British Plexi, úgy látom. Ez nagyon jó szól. Ez is tetszik egyébként. És nagyon szép hangzás van. Jamie Slays presetjé közül SLYS Lead. Ops, ez nem az. Mike Weed Wet Lead. Ez is nagyon szép. Nagyjából ennyit néztem meg. Most random még belenézek párba, ami lead lehet. Seb Barlow lead. Ez is ugyanúgy egy brit. Ez egy British G800. Ez egy kicsit ilyen lágyabb lead. Simon Pietro Forte, Emissary Lead Solo. Ez is elég előteljes. És elég erőteljes hangzás. Úgy hallom. Tim Stewart szóló. Ez már egy kicsit lágyabb hangzású. Úgyhogy érdemes szerintem ilyen kipróbálásra is akár megvásárolni ezt az amphubot. Biztos, hogy találtok nektek megfelelő hangzás benne. Ahogy mondtam, havi 15 dollár vagy euró, már nem emlékszem. De nem feltétlenül egy nagy tétel szerintem, hogyha gyakran vesztek fel és gyakran játszotok számítógépről. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni. Nekem az kell, hogy mondjam, hogy ami mégis a legjobban bevált, az a BIOS FX eddig. A gitárigot is nagyon jó. A gitárig 5-ben tényleg a clean hangzásokra azt mondom, hogy szuper, meg az ilyen ambientes hangzások. A gitárig 6-ból még inkább raktak hozzá pluszokat, és nagyon-nagyon tetszik. Ilyen tisztákat, annyira szépeket, egy-kettő csak az Amp Hub-ba találtam most már itt, nem kerestem ki, nem emlékszem, hogy hol voltak, majd következő videóra kikeresem. Viszont Torznál a gitárig már egy picit elavult.
Először azt akartam az albumra használni, mert van egy-kettő, ami nagyon tetszik, de a BioSFX az azért sokkal élethűbb, erőteljesebb, teltebb, melegebb hangzású. Szerintem, úgyhogy én mindenképp azt fogom használni. Lehet, hogy egy-két ilyen rockosabb számnál kísérletileg behozom ezt az STL amphabot, és akkor arról fogok hangzásokat használni, de egyébként itt tényleg tesztelgetni, meg játszogatni vele, tényleg azt mondom, ez az amphab, ez nagyon élvezetes, úgyhogy érdemes kipróbálni, mert nagyon modern cucc. Nekem, mikor megvettem, nagyon sokat szarakodott lett, van kétfajta letöltés. Letöltöttem az elsőt, és egyből crashelt, mikor elindítottam a programot, tehát programműködése leállt, stb. Letöltöttem a másikat, na az működött standalone-ként, viszont VST-ként az Ableton-ba, amit használok, egyáltalán nem mutatta meg. Aztán később megmutatta volna, de az Ableton leállt, mikor kereste a VST-t, úgyhogy a supporttal beszélgettem rengeteget, de nem tudtak segíteni meg, hogy hát az Ableton 9 az már, 9 az már régi, és most a 11 van. Jó, de a leírásban az Amphubnak az van, hogy a 9-et is lehet már használni, úgyhogy nem értettem. És most valamelyik nap meg bekapcsoltam a gépet, és voilà. Ott volt az Ableton-ba, és tökéletesen működik, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi lehetett a gond, vagy hogy javult meg így magától, mert én nem csináltam semmit, de hát ilyen ez a technika, sokszor szenvedni kell vele, én is megjártam már párszor ilyen dolgokkal. Na szóval mindent összevetve, én a BioSFX-et tudom személy szerint a legjobban ajánlani, másodikként ezt az Amphubot, harmadikként meg a gitárig 5-öt, 6-ot, a 6-ot is érdemes akár megvenni, viszont tényleg, ha tisztákat akartok, gyönyörű tisztákat, akkor a gitárigek azok szuperek rá. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és szép napot és jó gyakorlást kívánok. Sziasztok!